1200 jelölttel és 100 polgármester jelölttel indul a Mi Hazánk mozgalom a 2024-es önkormányzati választásokon, jelentette be Torockai László Székesfehérváron országjáró kampánykörútja első Fehérvár megyei helyszínén. A pártelnöke szerint a Mi Hazánk mozgalomnak minden esélye megvan a jó eredményre. Torockai hangsúlyozta, hogy pártjára szükség van a magyar közéletben, hiszen a kutatások szerint legkevesebb 10%-os a támogatottságuk jelenleg. Az önkormányzati és európai parlamenti választások során nincs állami finanszírozás, nincs állami támogatás. Ez azt jelenti, hogy néhány 10 millió forintból kell kampányolnia 1200 jelöltünknek. Tehát a végén ebben a kampányban nagyon kevés pénz jut egy-egy jelöltre. Ilyen szembeszéllel, ilyen módon kell nekünk küzdeni olyan szövetségek ellen, mint a Fidesz-KDNP vagy a balliberális oldal, ahol több milliárd forintból kampányolnak. Én mégis azt gondolom, hogy minden esélyünk megvan arra, hogy nagyon jól szerepeljünk. Az eseményen bemutatkozott a párt székesfehérvári polgármester jelöltje is. Vég Anna Mária programjáról beszélt, melyben a közlekedés, közbiztonság és a közösség kapja a legfőbb hangsúlyt. A polgármester jelölt a parkolózónák, körforgalmak helyzetét javítana, több elektromos járművet állítana szolgálatba, kibővíteni a nyitott tornatermek programot és bevonna a civileket a rendőrség munkájába. A rendőrség munkáját össze lehetne hangolni egyrészt a közterület felügyelőséggel, másrészt pedig civil emberekből létrehozni egy tulajdonképpen egy rendvédelmi szervezetet, különböző jogokkal felruházva. A tájékoztató után közös beszélgetésre várták a székesfehérváriakat a Felsővárosi Közösségi Házban.